Faz la chicha, fa. Az úr azt jelentette, hogy szamisztetőt olvasnak a lajoknak. Na, nem kezdünk. Szép jó estét kívánok! Több mint egy esztendő telt el a Pécsről indultak első adása óta. Amikor először találkoztunk itt ezen rendkívüli körülmények között, titokban valamennyien azt reméltük, hogy a fejünk felett újjáépül ez a legendás kávéház. Eljátszadoztunk a gondolattal, hogy szépen lassan beszélgetéseink szintere átváltozik egy valódi pezsgő kávéházzá. Olyanná, mint régen. Nos, erre még továbbra is várni kell, de azt bizton állíthatjuk, hogy az elmúlt egy év nem volt hiába való. Hisz olyan történetek, emlékek, érzések bukkantak felszínre, melyek talán örökre elfelejtődtek volna. Szóval pókháló ide, törmelék oda, a nádor lelkünkben még mindig él, és a történet ma is folytatódik. Mai műsorunk kicsit más lesz, mint a többi. Hisz két vendégünk lesz, de sok közös témánk, és egy főszereplőnk. Az 1820-as években Pécsre költözött egy kereskedő, és a városházával szemben lévő házban lakott. Nevezetes ember volt azért, mert csodálatos szép felesége volt, és amikor az erkélyre kiült az asszony, akkor a városháza irodáinak az ablakát ellepték a hivatalnokok, mert azt bámulták a csodálatos szép asszonyt, aki talán a legszebb volt Pécset. Na de ez egy vállalkozó szellemű kereskedő volt, és elhatározta, hogy itt a szűkös szállodai lehetőségeket kihasználva egy új szállodát épít. Ő már nem tudta, hanem a fia, Schöner Eduard, ő volt az, aki
jó pénzzel, sok pénzzel rendelkezett, és egy nagyon szép szállodát épített föl 1846-ban, az úgynevezett Nádor szállót. Szálloda a Nádorhoz. Ez volt kiírva az épület homlokzatára. József Nádorról nevezték el, aki roppant népszerű volt Magyarországon, és amikor megnyitották ezt a szállodát, olyan óriási tömeg jött az étterembe, a kávéházba, hogy szinte be se fértek. Nem sokkal később, pár héttel később, Liszt Ferenc hangversenyezett Pécset, és az ő híjére még nagyobb tömeg jött, hogy még a saját lakószobáját is át kellett a vendégeknek adni. Rendkívül szépen, elegánsan megépített szálloda volt, de a század végére már kevésnek bizonyult, és ezért elhatározták a Schönherr leszármazottai, hogy egy új szállodát építettek, és 1902-ben lebontották tavasszal a szállodát, és az a legérdekesebb talán az egészben az, hogy az építkezés milyen fejlett volt abban az időben, hogy már ősszel beköltözhettek. Tehát nem telt el alig valamivel több, mint fél év, és már az új szállodába beköltözhettek a vendégek. Na most, amikor Schlauch Imrét, ezt a nevezetes pécsi építészt kérték meg, hogy tervezze meg a Nádor szállónak az épületét, akkor azt úgy határoztak, hogy minden szakmunkát pécsiekkel végeztetnek el. Szerencséjük volt, mert ebben az időben ragyogó szakmunkások voltak, a Hoffmann asztalos, a Csukás bádogos, kitűnő emberek voltak ezek, és ők építették meg. A berendezésnél pedig a budapesti Pannonia szálló vették mintának, annál kicsit egyszerűbbet, kicsit kisebbet épített, mert ez egy hatalmas szálloda volt, és különösen, ami nagyon elegánssá tette, hogy egy téli kertet is építettek. A téli kertet úgy építették meg, hogy a tetőt nyáron el lehetett húzni, és a szabad ég alatt ültek a vendégek a téli kertbe, sőt, közepére egy gyönyörű szép szökőkút is működött éjjel-nappal. Ez később, ez lett az étterem a legutóbbi időben, egészen elváltoztatva és nagyon megcsúnyulva, mert a vas oszlopok, azok a pécsi vasgyárban készültek, csodálatos szép oszlopok voltak. Most láthatók ezek, mert kibontották a betonból, mert később bebetonozták őket. Hát ez egy, azt mondják erre a szállodára, hogy a monarchia Magyarországának, tehát a Nagy Magyarországot számítjuk, a főváros után a legelegánsabb szállodája volt Pécsnek. Nevezetes volt, nagyon ismert volt, hosszú ideig, amíg működött, mindig ismert szálloda volt, főleg a kávéháza miatt kedvelték, és Magyarországnak egyik legutolsó, leghosszabb ideig működött kávéháza volt. Ez egészen a megszűnéséig működött. Nevezetes vendégei voltak mindig a szállodának, politikusok, katonák, katonatisztek szálltak meg, 57 szobája volt ennek a szállodának, és az első emeleten, ma is nagyobbak ott az ablakok, azok voltak a lakosztályok. A berendezése neobarok berendezés volt, sajnos ebből ma már kevés látható, a vendéglátó múzeumban lehet belőlük látni. Kínai porcelánokat vásároltak, azokra rá volt írva a Nádor felirat, az étkészletek ezüstből voltak első időben, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon reprezentatív, nagyon kellemes, nagyon szép szálloda volt. Mai műsorunk főszereplője tehát a pécsi Nádor, vendégeink pedig a Nádor egykori vezetői, dr. Deák Imre, a Danubius Hotel Szrt. Általános vezérigazgató helyettese, és Tihanyi Ferenc, a társaság beszerzési igazgatója. Szeretettel köszöntöm Önöket! Azon túl, hogy most nem Önök a házigazdák, találnak valami furcsát ebben a helyzetben? A körülményekben? Hát tulajdonképpen a legfurcsább az, hogy félház van, tehát gyakorlatilag egy plac alig telne meg a vendégeinkkel. Megszoktuk, hogy a kávéház vasárnap délután tele van, meg szombat délelőtt. Egyébként azt hiszem, hogy nem. Tihanyi úr? Kicsit több föld van bent a kávéházban, mint szokott lenni. Egyébként én nagyon örülök, hogy még ebben az állapotában is láthatom is, hogy itt lehetek, de különösen annak örülök, hogy ezeket az arcokat látom, akik itt ülnek, mert ez egy kicsit
visszahozza a régit, az igazit. Megjelent valaha rémálmaikban, hogy valaha ilyen körülmények lesznek itt a Nádorban? Köszönöm szépen. Nem, azt szemben. Hát én már egy-két ilyen felújítást láttam, meg tatarozást, meg új szállodát is építettünk, de megmondom őszintén, hogy erre az állapotra nem is technikailag, hanem így az idő viszonylatában, hát erre a tartóságra sajnos nem. Az a baj az egészben, hogy ez így magától lett ilyenné. Tehát tulajdonképpen azzal, hogyha egy szállodát bezárnak és élettelen lesz, akkor erre van ítélve. Tehát tulajdonképpen abban az állapotában, amiben Nádor volt, amikor bezárták, vélemény szerint még sokáig elvitte volna. Endület természetesen korszerűtlen viszonyok között, de a legnagyobb kárt egy élő épületben azt teszi, hogyha elhalálozik. Tehát arra van ítélve, hogy kiürítik. Te végül is 13 év telt el a bezárás óta, ez nagyon hosszú idő. Még hogyha nem is rombolja senki, akkor is ilyen helyzetek állhatnak elő. Egyébként visszaemlékeznek arra a legelső pillanatra, amikor először léptek be ide a Nádorba? Nyilván ifjú emberek voltak még nagyon. Feri, te léptél először, leszem, úgyhogy nyugodtan. Hát fura kimondani, de 40 éve, te jó Isten, körülbelül 40 éve lehetett, amikor édesapámmal, néhai dr. Tihanyi József ügyvéddel, akit itt a jelenlevők is sokan ismertek, itt laktunk a Mária utcában, és édesapám törzsvendég volt itt a kávéházban. Akkor ez már egy pezsgő életű kávéház volt, és mint gyereket behozott nagyon gyakran, és hát itt süteményt, vagy hát valamilyen italt fogyasztottam vele. Tehát én elég sokat jártam itt, aztán hivatásosan is elkezdtem látogatni. Ez pontosan 1962-ben volt, amikor én a budapesti vendéglátóipari technikumból a második nyári gyakorlatomat itt töltöttem. Tehát amikor ide bejöttem, akkor nem itt a főbejáraton jöttem be, hanem akik ismerik, itt a járdáról van egy ilyen vas lappal lefedett bejárat, ott inkább megfordultam, mert annak idején, mint gyakornok, én logisztikai feladatokat is elláttunk itt a Varga Dénes segédmunkás kollégával, akivel a húst hoztuk a Siklós úti vágóhídról. De azért ne szaladjunk még ennyire előre, lesz erre még idő. Gyerekkori emlékek, de Deák Imrének van valami a Nádorról? Hát halvány, felnőtt társaságban párszor valamilyen családi esemény, vagy valamilyen rangosabb alkalom során többször voltunk a Nádorban. Olyan kiemelkedő nincs. Nekem is az a legkiemelkedőbb, amikor dolgozni jöttem ide először. Közben szeretném jelezni, hogy még hiányos a rendelésünk, mert valamit még kértünk, de azért időben majd csak megérkezik. Szóval a Nádor már akkor is Nádor volt, amikor önök születtek. De Deák Imre pécsi tükének is vallja magát. Igen, igen. A Nádor az hát jóval régebbi, mint ahogy én az életemben visszaemlékszem rá, még azt mondom bármelyikünk. De valóban még apám és az ő szülei is jártak a Nádorba, azt hiszem. És akkor egy kis meglepetés, nem tudom, hogy mondd ezt önnek. Tihanyi úr rendelte, annyit elárulok. Igen. Hát erre rátérünk később. Igen. Lehet, hogyha már itt van, akkor ezt most kell elmesélni. Talán ez volt a kedvenc? Igen, hát ennek van egy története, hogy ez már egy később időszakban, amikor a Feri szállodaüzletvezető volt, én pedig éttermi üzletvezető helyettes, a karcsolcsa helyettese is. És ugye ez két olyan terület, ami sok helyen találkozik, de sok helyen különbözik is. A szállodásnak is vannak előnyei, az éttermesnek is vannak előnyei. Az éttermesnek ugye az a legfontosabb előnye, hogy konyhával van kapcsolata is, tehát tulajdonképpen hozzáfér olyan dolgokhoz, amihez a szállodás nem annyira. A szállodás előnyeiről nem beszélek, azt majd a felé elmondja. És hát ugye mi sokszor voltunk együttben délután egy műszakban, és akkor a Feri jött, hogy gyere, együnk valamit, és akkor persze, hát ugye indítani, azt ettünk valamit, és mondom, hogy kipróbálom egy kis pszichológiai játékot, hogy bent ültem az irodámba, és tudtam, hogy Feri nagyon szereti a gesztenyepürét, tejszínhabot, és csináltattam egy olyan gesztenyepürét, amiben az aznap vásárolt különleges minőségű zsilett borotvahabba preparáltam ki a gesztenyepürét, úgy alájul sokat, mert ugye itt a halom alatt van ez, és gyönyörű képre, és oda tettem az íróasztalra, és a Ferivel beszélgettünk, de csak egyetlen egyet, eléggé illetlen módon egy ilyen adagot tettem oda, és
Aztán egy hirtelen gondolta, kimentem az irodába, Ferit ott hagytam. Nem volt kétséges az eredmény, úgyhogy Feri belekóstolt. Minden mondhatom, igen? Mondd, parancs, igen. Jó, hát szóval ott volt ez egy ilyen gyönyörű, szép gesztenye püré, gondolom, hát ez a Deák Imréjé. Hát ezt nem kéne abba hagyni, gondoltam annyiba hagyni, gondoltam magam, hogy valamit kellene ezzel csinálni. Hát gondoltam, hogy így összekeverem ilyen péppét, tehát így, hogy ne legyen annyira gusztusos, vagy valami trükköt kitalálok, hogy bosszantsam. Aztán miközben erre gondoltam, azt gondoltam mégiscsak, hogy dehogy is fogok én itt preparálni, inkább megeszem, az a legrosszabb. Tehát ez a történet azt mutatja, hogy körülbelül mennyire ismertük már egymást akkor is, és a persze a munkakapcsolatunkra azóta nem ez a jellemző. Akkor ezt most megmerné valamelyikük kóstolni? Hát megadom őszintén, én félek, hogy ő ezt megtudta, de innentől kezdve jobb, hogyha ezt így hagyjuk, ahogy van. Szóval gyerekkor, születése óta Pécsett él, mik voltak a gyerekkor meghatározó élményei? Hát sok. Minden Pécshez kötődik, én aztán nagyon sokáig kisötettem a lábam Pécsről. Általános iskola, egy olyan általános iskolába jártam, amelyik utolsó évfolyam voltam. Úgy látszik, utolsó adás, utolsó évfolyam. A Szabadságúti általános iskola utánunk bezárt, akkor ide jártam gimnáziumba, Nagy Lajos gimnáziumba. Pécsett sportoltam, Pécsett különböző hobbiaim voltak. Fotóztam, fényképész szakkör volt, minden Pécshez köt tulajdonképpen. Családom, barátaim, nagyon sok barátom szerencsére. Tihanyi Ferenc nem Pécsett született, de majdnem végül is, hiszen alig fél éves volt, mikor a család Pécsre költözött. Miért? Azt hiszem, édesapám itt kapott állást az itteni ügyvédi munkaközösségben, a Király utcában. Nem is nagyon változott neki a munkahelye, és lekerültünk Pécsre. Én az általános iskoláimat is itt végeztem, először az Ágoston téren, majd itt a belvárosi iskolában. És hát minden ment majdnem úgy tovább, ahogy menni kellett volna, illetve menni kellett középiskola. Azonban itt jött egy kis változás, mert sok-sok osztálytársammal ellentétben én nem a pécsi középiskolákban, tehát nem egy pécsi általános gimnáziumot választottam, hanem a két évvel korábban nyílt budapesti vendéglátóipari technikumot, ami abban az időben a vendéglátóipari szakmunkás képzésnek a szinte egyetlen helye volt. De ha jól tudom, ezt nem is ön választotta, hanem tulajdonképpen az édesapja. Ő, neki volt a határozott vágya az, hogy a fia esetleg szállodás legyen. Igen, ez így van, mert én eredetileg nem szállodás szerettem volna lenni, hanem megmondom őszintén, színész szerettem volna lenni. Kettő nem áll messze egymástól. Szerintem se. Mind kettő emberekkel foglalkozik, és valamilyen produkció van mögötte. És ezért az édesapám javasolta, hogy mondta, hogy felőle én lehetek színész nyugodtan, tehát annak semmi akadály nincs, azonban ha véletlenül nem vennének fel a főiskolára, akkor legyen egy szakma a kezemben, és ő, mint ő, ugye, ügyvéd elég sokat járt Budapestre, elsősorban Budapestre, tárgyalásokra, mindig szállodában lakott, főként az Astoria szállodában, amelyik akkor is egy nagyon szép, patinás, belvárosi szálloda volt. Nagyon élvezte azt, hogy a portások nevén szólították, nagyon kellemes kiszolgálásban volt része, és neki nagyon tetszett az a szállodás élet, a jól öltözött emberek, felszolgálók, szállodaportások, és így tovább is valami ilyesmit. Szóval ez neki tetszett, és ezt javasolt, hogy ő is például el tudná képzelni, hogyha én ebben a szakmában dolgozom. A felvételi papírok aztán elkeveredtek. A felvételi papírokat innen a belvárosi iskolából mindjárt átküldték a Nagy Lajos gimnáziumba, de nem nézték meg nagyon szerintem, hogy mi volt ráírva, tehát magyarul az enyémet is ide küldték, ezért én hiába vártam a pesti behívót a technikumból, aztán ennek utána jártam, felutaztam Budapestre, és nagyon szerencsém volt, mert ott az igazgatónő fogadott, és amikor látta, hogy egyedül jöttem, tehát kérdezte, hol vannak a szüleim, és mondtam, hogy egyedül jöttem Pécsről, akkor ugye végezve az általános iskolát, hát ezt jó néven vették, másnap egy ilyen pótfelvételivel végül is felvettek abba az iskolába, ami egy nagyon-nagyon jó iskola volt, azóta is az, már átalakult, de nagyon sok kollégám ott kezdte a Huba utcában. Talán Séfor is, Lukács István Séfor is tud erről az iskoláról.
A Nagy Lajos lett viszont az ön középiskolája, de ott még nem erre a szakmára készült. Eltökéltem fotós szeretett volna lenni sokáig. Igen, hát velem a szüleimnek nem volt ilyen határozott terve, hogy mi legyek, de sajnos nekem sem volt eleinte. De aztán kialakult elég gyorsan, én a fotóval foglalkoztam, komolyan fotóesztétikai könyveket olvastam, tehát én komolyan operatőr szerettem volna lenni. Minden ebbe az irányba ment, kivéve az iskola, mert egy villanyszerelő szakközépiskolás tagozatba jártam, úgyhogy ez annyira nem. De emellett a Nagy Lajosban egy nagyon jó felszerelt fotószakkor működött, és azt vezettem, egyébként is rengeteg ilyen művészi fotót készítettem, úgyhogy nagyon nagy kedvel csináltam a fotózást. Arra gondoltam, hogy operatőr leszek, amit most is vágyakozva nézem, akik a kamera mögött vannak, de aztán az élet máshogy hoztam. Ezeknek a gyerekkori éveknek azért van itt egy tanúja, a testvér, Deák Zsuzsa. Milyen testvér volt ifjú korában? Hát éppen olyan, mint most felnőtt korában, igazán példamutató és rendes volt mindig, pici gyereknek is. Mennyire voltak együtt a szabad idejükben, a pécsi életben? Voltak-e közös programok, vagy mindenki csinálta maga útját? Nagyon sokat együtt voltunk. Mi hárman vagyunk testvérek, de a nővérünk tőlünk idősebb, úgyhogy mi voltunk a közelebbi korosztály, és ennél fogva sok közös program volt. Hát én annak idején, mikor ő itt kezdett a Nádorba, én egy dekorációba dolgoztam, és bizony, amikor a sok-sok túlóra után még elcsíptük, hogy nem zárt be a kávéház, akkor bizony itt kötöttünk ki. A fotós operatőri indítatásról tudtak önök? Igen. Egészen odáig fajult mindez, hogy ipari szaktanulónak is jelentkezett volna az érettség után, de aztán valami miatt elment a kedve tőle. Igen, így van. Hát tulajdonképpen nem voltam olyan nagyon jó tanuló, hogy egyből tovább tanuljak, úgyhogy úgy gondoltam, hogy kitanulom a fényképész szakmát, és erre jelentkeztem, hogy érettség után elmegyek fényképész ipari tanulónak, és amikor ilyen beszoktatás jelleggel az évfolyam, aki indult volna, elvitték ilyen fotolaborba, és végignéztem, hogy mit csinálnak ott a kezdők, akkor már biztosan tudtam, hogy ezt én nem fogom csinálni, mert hát azok naphosszat reggeltől estig retusáltak, és különböző olyan feladatokat végeztek, ami már régen túl voltam. Úgyhogy itt akkor úgy gondoltam, hogy ezt, ha folytatom, akkor se így. Aztán hamar megszületett az alternatíva, de ez az aktív éjszakai életének köszönhető, igaz? Igen, hát az elég intenzív középiskolai éveimnek köszönhető. Sok jó barátom volt, sokat jártunk társaságba, és ott ismerkedtem meg akkor a szálloda akkori igazgatójával, egy fiatal ember, aki akkor került le Pestről, és ő kérdezte, hogy mit fog csinálni, hát mondom, most leérettségizem először, és utána mit, és akkor mondta, hogy nem egy rossz szakma ez a vendéglátás. Én addig olyan sokat nem tudtam a vendéglátásról. És akkor hogyan kezdte? Hát akkor kialakult, hogy ez a fotózás ez nem igazán működött, mert akartam riporteri vonalon tovább menni, azon sem sikerült. És akkor nem volt több alternatíva, mondom, van egy ajánlatom, hogy megnézem, milyen ez a vendéglátás. Ha valaki egy komoly embernek tűnő, valaki azt mondta, hogy ez nem rossz, akkor ezt megnézem. És be is jelentkeztem akkor a Bolgár Andráshoz, és akkor láttam életemben először egy igazgatót, meg egy titkárságot, ami megmondom őszintén, hogy körülbelül úgy imponált nekem, mint a Feri papájának a portás és az a millió. Mondtam, ez valóban nem lehet egy rossz szakma. Leültettek várni elegánsan, tehát tulajdonképpen. És akkor elmagyarázta Bolgár András, ezt a szakmát is, ez akkor jó és ez nagyon szép, de ezt alulról kell kezdeni. Hát körülbelül azzal a logisztikai feladattal kezdtem én is, mint a Feri, illetve ez kibővült még. Tehát én másfél évig akkor ilyen felszolgálóipari tanuló voltam, a Karcsi bácsi tanítványa voltam, aminek a mai napig is hát tulajdonképpen örülök. Ott kellett pincérkednie, ahová azelőtt vendégként járt, és ahol kiszolgálták. Igen, én sokat voltam vendég a Nádorban, és az egyedüli dolog zavart, hogy amikor volt egy ilyen belső szabály, hogy vendégként nem lehetett ide járni, és hát ezt másfél évben is tartottam tulajdonképpen, úgyhogy igen, fordult. A másik oldalról is láttam a dolgot, nagyon, nagyon érdekes volt, és nagyon tanulságos. Tehát pincérként kezdte Deák Imre, ön pedig gyakornokként, de hogy került ide a Nádorba? Hát úgy kerültem ide, hogy a technikumban minden évben egy ilyen kötelező egy hónapos gyakorlat volt. Érdekes, hogy 1960-ban az első
hónapot a Harkányi Baranyaszállóban töltöttem, Katona József igazgató úr, Nagy Tibor vendéglős, akkor már segéd volt, felszolgáló, őre emlékszem. Tehát nem tudom, azt kellett bejelölni, én azt mondtam, hogy Harkányba dolgozom, akkor utána kicsit strandolhatok valahogy így, aztán a következő évtől már a Nádorban, tehát három egymást követő nyáron, én egy hónapot a Nádorban dolgoztam. Tehát mire leérettségizve ide kerültem, addigra már tudtam, hogy itt hogy működnek a dolgok, mi hol van, és így tovább. És amikor leérettségiztem, akkor a portára kerültem gyakornoknak, technikusnak, technikusi oklevéllel gyakornok voltam. Ez azt jelentette, hogy segédportás, így is lehet mondani. Hát vittem a csomagokat is, tehát londineri munkát is végeztem. Így kezdődött. Éjjel vittük a bejelentő lapokat a rendőrségre, akkor még olyan rendszer volt, hogy hát az ilyen dolgok is hozzá tartoztak, hogy ugye aki bejött, bejelentkezett, és így tovább. Tehát így kezdődött. Tényleg a legalsó szinten, idézőjelben kezdtem a munkát itt. A Nádor már akkor is egy fogalom volt itt a városban? Már akkor is körüllengte ez a legenda? Nem kimondva, de az atmoszférája megvolt. Tehát az a szellem, amit most próbálunk felidézni, és amit attól félek, hogy nagyon nehéz lesz a jövőben, az érezhető volt. És azt mondom, hogy jó volt itt dolgozni, mert az ember benne volt mindig mindenféle életben, tehát a kult. Szóval ez volt a hely, ahol tulajdonképpen minden történt a városban, vagy minden történésnek valami rezdülése bejött a Nádorban. Köszönhető volt ez annak is, hogy végül is a Nádor szinte a legősibb ilyen jellegű hely volt itt a városban, hiszen a jelenlegi épület az jövőre lesz majd 100 éves, de az első, amely a Nádor helyén állt, az most már több mint 200 éves. Tehát a történelme is benne van ebben a nimbuszban? Én azt hiszem, hogy a hagyományok mindig a történelemből jönnek, azonban az akkori korban is a Nádor egy iskola volt. Tehát iskolát viszont azok teremtettek, akik itt dolgoztak, és akik itt az irányadó emberek voltak, és ebből a szempontból a Nádor már akkor is országos hírű volt. Tehát a Nádor iskolára szakma szerte még ma, tehát nem csak a kávéházra, mint a vendégek, hanem a szakemberek is úgy tekintenek, hogy a Nádor iskola annak idején meghatározó volt. Tehát olyan szakmai színvonal volt, olyan követelményrendszer volt, olyan társadalmi elismertsége volt a városban ennek a szállodának, mint intézménynek, ami ennek szerintem egy városban egy meghatározó helynek lennie kell. Ehhez persze egyéniségek kellenek, vagy kellettek, és ezek minden korban adottak voltak. Egyéniségek és mesterek közül most sokan itt vannak körülöttünk, és talán ők is vissza tudnak emlékezni ezekre az évekre. Karcsi bácsi, tényleg iskola volt a Nádor? Hát a Nádor étterem, kávéház, az tényleg a Kennedy Mihály igazgatók idejében nagyon sok tanulót vettünk föl már akkor, hiszen kezdődött 55-ben a kereskedelmi és vendéglátói szakmunkás iskola, és szakácsok, felszolgálók, cukrászok, majd a később időben már eladók is, akik a Mecsek cukrászdában, valamint itt a kávéházi puknál szorgalmaskodtak, és itt ismerték meg, itt szedték magukba a szakmai tudásokat. Emlékszik az itt ülő urakra? Milyenek voltak emlékszek, ők pályakezdőként? Nagyon jól emlékszem. Mind a két gyerekre elnézést, hogy még mindig így szólítom őket 40 év után is. Hát a Tihanyi Feri az előbb jött, igen, és kapcsolatom is volt a szállodával, mert nekünk szinte kötelességünk volt, hogy szintomba legyünk a portával a szállodá. Mikor érkezett a vendég a szállodába, ott meg volt adva, hogy kérdezzék meg vacsorát, óhaj te, mondjuk este jöttek vagy valami, hogy biztosítsunk nekik helyet. Mert akkor bizony az éttermek nagyon sokszor zsúfoltak voltak. Sok munka van abban, hogy ők ideig eljutottak? Nagyon sok. És nagy szorgalom, természetes. Mit kellett nekik megtanítani? Hát a felszolgálás technikáját, mondjuk a Deák Imrére gondoljak elsősorban, azt hamar elsajátította. A gyakori munkát szerette, de idekezett, hogyha lehetett, akkor kivette, hogy inkább elment valami más adminisztrációs munkára, vagy segített a főpincéreknek, a Rudi bácsinak, a Bakó Ferinek, a Szájfert Feri bácsinak, hova merre menjek, mert a tömeges munkát azt nem szerette. A tömeges munkát nem szerette. Hát az sikerült is neki hamar,
szerencsére, mert szorgalmas volt, tanult, nagyon tanult, és ment iskolára, és a legelső alkalommal Volgár András a bárba tette föl helyettes üzletvezetőnek. Ez azért is tette, mert nagyon szerette az éjszakai munkát, étteremben is, kávéházban is, és nagyon szorgalmasan, szóval beleélte magát ebbe a munkába. Megszerette a szakmát, már nem csak mint a helyettes üzletvezető, hanem magában az évek során is. Kik voltak az igazi mesterek, akikre most is úgy emlékeznek, hogy nélkülük azért ez nem ment volna? Hát én mindenképpen a Karcsi bácsit teszem első helyre, Bolgár András az akkori főnököm, és akik itt voltak, mindenkitől valamit tanultam. Szóval ez egy olyan szakma, hogy nem, egy ember nem tudja azt adni, ami, ez egy nagyon széles spektrumú dolog, és mindenkitől valamit. Nagyon jó iskola volt ez a Nándor valóban. De nem csak a technikát kellett megtanulni, hanem azt a szellemiséget is, ahogy a vendéggel bánni kell. Az emberekkel való bánásmódot. Én azt mondhatom, hogy ennek a szakmának ma ugyanazok a problémák, mint azok, mint annak idején voltak. Tehát ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, alap problémákkal ma is, mint annak idején. Az, hogy a vendéggel hogy kell bánni, hogy a vendéget hogy kell kiszolgálni, hogy a vendéget tisztességesen kell. Ugyanezek az alap problémák vannak. Semmivel nem külön. Az, hogy mosolyogni kell, hogy kedvesnek kell, nem kell becsapni, az, hogy törődni kell a vendégnek, hogy a vendég az vendég, ennyi az egész. Bolgár igazgató úr neve itt többször is elhangzott. Nagy reformokat csinált azokban az években, ugye? Bolgár András, amikor ide került, akkor, ha jól tudom, 25 éves volt. Tehát ő volt akkor, azt hiszem, de lehet, hogy azóta is az ország legfiatalabb igazgatója. Egy óriási dinamikus fejlődés kezdődött el akkor, amikor ő jött, és tulajdonképpen egy párunkat, akik akkor fiatalok voltunk, és vezetőkké váltunk, ezt gyakorlatilag Bolgár Andrásnak köszönhetjük. Én csak egy dolgot tudok ezzel kapcsolatban elmondani, amikor engem 1970-ben, amikor a portán dolgoztam, itt a szálloda portás pult mögött, egy délután azt mondta, hogy Ferikém, legyen kedves reggel 8-ra följönni az irodámba. Hát kérem, megmondom őszintén, hogy nem sokat aludtam akkor az éjjel, mert azon gondolkoztam, hogy Atya Úristen, mit csináltam, vagy miért kell nekem fölmenni az igazgató úrhoz reggel. Aztán megnyugodtam, megmondtam, szóval számot vetettem, és arra gondoltam, hogy nem hiszem, hogy olyan probléma lett, hiszen én nem követtem el semmit. Másnap reggel 8 órakor Bolgár András azzal fogadott, illetve a következőt mondta, Ferikém, szeretném, hogyha holnaptól a szálloda a maga szája, vagy az ön szája íze szerint működne. Kezet fogtunk, és ezzel kinevezett engem szállodai üzletvezető helyettesnek. Semmiféle más instrukciót nem adott, hogy most ezt így kéne, vagy úgy kellene. Tehát egy óriási bizalmat éreztünk irányából, nem csak én, hanem azok a többi fiatalok is, Katona András, és így tovább, akiket akkor ő kinevezett, előléptetett, sok nyugdíjas, tehát sok kollega nyugdíjba ment. Tehát egy ilyen bizalom légkörben nagyon-nagyon szinte szárnyakat kaptunk egy páran is, és lelkesen dolgoztunk. Pintér György, a Nádor mostani, illetve a Palatinus mostani rendezvény igazgatója. Hogyan élte meg ezeket a puccszerű reformokat Bolgár igazgató úr égisze alatt? Hát a Bolgár mindent megváltoztatott. Alapvetően megváltozott minden. Más lett a ház hangulata, fiatalos lett, a szakmai reformok pedig igencsak számosak voltak. Egyet-kettőt talán mondanék, ami fontosnak tűnik utólag is. Hát először is a felszolgálás módját változtatta meg. Átértünk az angol felszolgálási módra, amit ő nagyon-nagyon-nagyon szigorúan vett. Lehetett röpülni az étterembe azért, hogyha valaki véletlenül máshogyan csinálta, mint ahogyan az kellett volna. A vendég számára is ez egy teljesen új dolog volt. Eleinte idegenkedtek, ugye meghosszabbította a felszolgálást. Mindent kocsin vittünk, vagy szervírasztalra tettük, és szervíroztunk. Na most, hát ez mindenképpen abban az időben, és hát most is a szakma legmagasabb színvonalát jelentette, és hát ez bizony Bolgár András vezette be. Még a pincérnek könnyebb volt, nehezebb volt lejteni, mint az egyensúlyozós módszerrel, nem? Nem biztos, sokkal több volt bele a macera. Mm-hmm.
ki kellett hozni, le kellett tenni az asztalra, vagy kitoltuk a kocsit, szervíroztunk róla, meleg tányért kellett vinni, ami akkor ugye egy új dolog volt, technikailag is akkor volt rá lehetőség, hogy meleg tányért tudtunk vinni, vagy tálmelegítőt kellett használni. Aztán ugye még egy újítása volt, amit például a menüs vendégek nagyon-nagyon szerettek, azt már nem, hogy szervírozzuk nekik a menüt, de az, hogy előtte tosztot kaptak ingyen és bérmentve, és a szódát is ingyen kapták, azt viszont már nagyon-nagyon szerették. Aztán még egy nagyon fontos dolog volt, ami történt, változás. A szakmában Pécset legalábbis addig nem volt olyan, hogy tisztességes számlát kapott volna a vendég. Bolgár András vezette be az úgynevezett központi számlázást. Itt a bejáratnál volt egy ilyen kis kucni, abba ült egy számlázó, a pincérek annak adták le a blokkokat, és ott készült el a számla. Egy tisztességes, külsejű, olvasható, ellenőrzött számlát kellett a főpincének kivinnie. Ez is egy nagyon fontos újítás volt, és hát tulajdonképpen első lépés afele, hogy a vendég érezze, hogy biztonságos számla készült az van rajta, amit valóban fogyasztott. És aztán nagyon hamar a fő hangsúly a gasztronómiára került, és országra, világra szóló gasztronómiai rendezvények sorozata indult meg itt a falak között. Melyek voltak a legemlékezetesebbek? Hát azt mondom, hogy az első volt a svéd vacsora estek, ami az a szakmában nagyon új volt. Ez ugye ilyen büfé-rendszerű étkeztetés akkoriban nem volt. Főleg olyan büfé, ahol annyit evett, amennyit akart, aki meg volt oda hívva. És a Bolgár András látott valahol ilyet nyilván külföldön, és azt mondta, hogy ezt érdemes lenne itt is megcsinálni. Méghozzá volt, amikor neves szakácsok, de először csak a saját szakács, saját konyhai személyzettel. Egy gyönyörűen feldíszített, Nádor étterem közepén gyönyörűen feldíszített büféasztal volt hideg-meleg ételekkel. És ezt tulajdonképpen, mint manapság egy fogadás, de akkor ezt pénzért árultuk ennek itt a részvételt. Itt azt hiszem egy rang volt és esemény ezen részt venni. Azt hiszem, hogy az megbántódott, vérig sértődött, aki erre nem kapott meghívót, vagy nem volt lehetőség, mert ugye a kapacitás az véges volt ennek a teremnek. De ez volt az első, ami megindította, és nagyon-nagyon nagy híre ment az országba is, mert az országban szóval először volt svédasztalos vacsora este nálam. Vannak itt sokan, akik ezekben már részt vettek, Brinke Károly például. Hát igen, minden ilyen vacsora este, ami a Nádorban, ez a svédasztalos vacsora estek elkezdődtek. Hát úgy, ahogy a Öcsi mondta, ha valaki nem kapott egy meghívót erre, akkor egy kicsit megsértődött. Nem csak azért, mert a maga a vacsora este van különlegesség volt, hanem azért, mert mindenkivel, aki ebben a városban hát valamit jelentett, vagy barátja volt, az mindenki itt volt ezeken az estéken, és nem maga a vacsora jelentette a fő attrakciót itt, ami ugye a kiállítás szempontjából tényleg egy egész különlegesség volt. Én jó magam is soha életemben ilyet még akkor nem láttam. De az is nagyon sokat jelentett, hogy azokat az embereket hívták meg, azok voltak a vendégek, akikkel különben is az ember mindenhol, a városba, kávéházba mindig találkozott, és ezek egy olyan felejtetlen esték voltak. Idejövet éppen találkoztam a Gyurikával, és mondtam neki, hogy azért örülök neki, mert ezt én tőlem már senki nem tudja elvenni. Persze az sem volt utolsó szempont, hogy mindez finom legyen, és erről az Oscar-díjas mester szakácsok gondoskodtak. Itt van például Lukács István velünk. Milyen ételek szerepeltek ezekben a svéd asztalokban? Hát először is azt szeretném mondani, hogy én 1968-ban voltam itt először, amikor a frankfurti szakács olimpiáról, mint fiatal séf hazajöttem, aranyéremmel, Oscar-díjjal, és akkor a Bolgár Andrásék meghívtak ide. Meg kell, hogy mondjam, hogy eléggé szorongva jöttem le, hisz azért érdeklődtem, hogy mi újság van Pécsett, és ugye tudtam azt, hogy az országban három igazi kávéház van, egyik a Szegeden volt, egyik a Hungária kávéház Budapesten, a másik pedig nem Pécsett, úgyhogy meg kell mondjam, amikor beléptem a házba, és elkezdtem dolgozni már a konyhában és az étteremben, picit meglepődtem, hogy hova kerültem. Szóval ez egy szentély volt, ezt mindenféle túlzás nélkül merem mondani. Itt a pincérek, az a rend, amit be volt állva a portától kezdve a konyháig, itt rend volt, itt az ember, mindenki tudta, mi a dolga. Olyan felszolgálók dolgoztak, akik tekintét parancsoltak a vendégnek.
az ő megjelenésükkel, az ő öltözködésükkel. Itt a hölgyeknek firzójájuk volt, minden a frissen vasalt búz nem egy, hanem kettő volt, meg a öltözőben volt. Úgyhogy odafigyeltek az ottani vezetők, főleg a Karcsi bácsi, aki itt mellettem. Tehát ez volt a belépő, tehát, és jó minőségű ételek voltak. Halatlan. Mi került a fazékban? Mondjam már egyet, hideg is van, éhesek is vagyunk. Hideg. Kezdem az, hogy libamáj, kacsa, csirke, fácán, főleg ezek az vacsorestek főleg ősszel voltak, amikor már a vadszezon dúskált, szóval kitűnőtre libamáj parfét készítettünk, fácán sütöttünk, egészben tűzdeltük, utána kelkáposztába burkolva hidegen feltáltuk, halkocsonyákat készítettünk, különböző magyaros gasztronómiai fogásokat, és főleg azokat az ételeket, amit már mi ott a kint az olimpiákon kipróbáltuk, és onnantól kezdve én sokszor, minden évben itt voltam lent, és sőt, volt egy időszak, amikor idehoztuk le a magyar szakácsválogatottat fölkészülni, mert egy olyan millió volt hozzá, olyan segítséget kaptunk az embertől, a másik pedig az, hogy tele volt az étterem. Nem egy üres étteremnek fizett az ember, itt komoly vendégek voltak, itt jött a professzor úr, itt jött a művész úr, itt jött a művésznő, itt jöttek az újságírók, jöttek a különböző ügyvédek, szóval itt közönség volt, vendég közé, és olyan tisztelettel adták oda a parajfőzeléket tükör tojással, mint hogy haza Wellington beszélett volna. A vendég ugyanis így fogyasztotta el. Tehát ez egy komoly társadalmi esemény volt, egyrészt a szakácsoknak nekünk ide lejönni főzni, a vendégeknek helytállni, és a vendégek pedig megtisztelték ezt, és nagyon szerették. Nagy Tibor úr, hogyan emlékszik vissza a nádoros tanuló évekre? Én azt szeretném elmondani, hogy én pécsi születési vagyok, a Petőfi utca iskolába jártam, Vasgereben utca és Rácz. Hát a Nádor kávéházat és a pécsi hullámot láttam, amit ahogy be tudtunk nézni az ablakon, és mivel elég unalmasan telettek a gyerek éveim, vagyis úgy volt, hogy akkor még se tévé, se rádió, mamám meg kiírta a falra, hogy szomszéd azt, hogy itt nem jár, ezért rendes a konyhám, soha senki nem jött hozzám, mert hozzánk valahogy ki kellett ebből törni, és az olvasmányom folyamán olyanokat olvastam, hogy a kávéházakban, a gentry, hát mondom, ha gentry nem lehetek, legalább meg szeretnék próbálni, hogy pincér lehessek. És egyszer olyan szerencsém volt, hát erről kicsit otthon le akartak beszélni, különböző dolgok végek apám, és ajánlotta nekem, hogy legyek inkább vízora leolvasó, mert az nyugdíjas állás. Hát aztán úgy jött be ez az egész a kép, vagy egyszer olvasom a Dunántúli Naplóba, hogy a Harkány fürdőipari szállodai vállalat pincér tanulót keres, mivel vasutas gyerek voltam, ingyen utazhattam, lementem, oroszul le kellett írni, hogy Harkány, és már benne is voltam. Tehát két nap múlva már ott kint kevertem az étterembe, és szeptemberben beiratkoztam az iskolába, és 57-től 60-ig a Kiskarsi bácsinak a szakoktatása alatt a kereskedelmi iskolából ide jártunk a Nádorba 3 éven keresztül. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon lehetett lógni, mert lóhalálában, ha 45 perc vagy 90 perc volt a gyakorlati idő, de a Karcsi bácsi úgy ment, nem biztos most is úgy, mint a paripa, hát nem győztünk szaladni utána, és itt eltöltöttük a 2 órás gyakorlati időt, hetente egyszer vagy kétszer. Amikor befejeztem az iskolát, akkor én nem maradtam a Nádor tanuló, mert a szerződésem Harkányhoz kötött, és egy kevés kerülővel egy pár év múlva, 1968-ban a Mohácsi halászcsárdának lettem a vezetője, és itt lép vissza újból az életem a Nádor. Megismertem akkor az új igazgatóval, dr. Bolgár Andrással, aki nem csak a vacsora estekkel kezdte, vagy pedig amiről itt a leakörék beszéltek előttünk, hanem kipróbálta azt is, hogy néz neki vidékről egy Mohácsi délszláv nap. Mivel ennek nagyon nagy sikere lett, a következő alkalommal már rangosabb helyre mentünk, szintén együtt a Hungár Hotelszal, az Intercontinental, utána következett közösen a Royal Nagyszálló, és így közben bemutattuk Pécsét, és így ismerkedtünk. Nagyon sok régi emlékem csatlakozik a Nádorhoz, hiszen életem döntő nagy részét itt töltöttem el, és elmondom azt is, hogy én egyetem elvégzése után a vendéglátó szakmába kezdtem a Nagy Baranya megyei vendéglátónál, és annak ellenére én minden nap ide jártam ebédelni. Uh-huh. Nagy meglepetés volt. Kedvenc mi volt? Tessék? A kedvenc mi volt? Én szerettem a főzelékeket, nagyon jó készítették, és meg kell mondani, hogy Szabó Dezső nagy
mestere volt a konyhájának, és azt a színvonalat, azt az eleganciát, ahogy mi megkaptuk is, hogy kiszolgáltak minket menübe, azt sehol nem kaptuk meg. Kultúra és gasztronómia elválaszthatatlan volt itt a Nádorban. Ki volt ennek az egésznek a motorja, aki kitalálta, hogy ezt a kettőt vegyíteni kell, lehet? Hát aztán ezt is a Bolgár András, de a kivitelezése nagyrészt a Tihanyi Feri feladata volt, és azt hiszem, ezt kiválóan meg is oldottak. A kultúra és a vendéglátás kapcsolata, ez egy nagyon-nagyon érdekes téma itt a Nádor esetében, és én nem szeretném magunknak kisajátítani ezt a dolgot, ennek már voltak előzményei. Tehát amikor én fiatal koromban ide kerültem, akkor itt a jelenlevők bizonyára emlékeznek rá, hogy a városban már a Király utcában már működött egy libresszó, aki emlékszik rá, ugye a régi Pannonia, vagy most Palatinus szálló alján, ott egy könyvesbolt volt, a Magyar Író könyvesboltja, amelyik hát ugye a helyi irodalmi élet, a jelenkor szerkesztőség és így tovább kisugárzásában egy jól ismert hely volt, és amögött volt egy kis helység, ahol, és ez a Kennedy Mihály kezdeményezése volt még akkor, hogy a könyv olvasása vagy vásárlása közben mondjuk lehessen kávét inni. Vagy ugyancsak emlékeznek rá sokan pécsiek, hogy annak idején a moziüzemi vállalattal közösen a Pannonia nagyteremben, tehát a mostani Bartók teremben, ott egy mopresszó működött, tehát a mozi és a presszónak a keveréke, ahol rövidfilmeket, híradófilmeket játszottak. Tehát volt hagyománya ennek korábbról. Tehát amikor mi elkezdtünk dolgozni, akkor úgy, ahogy itt az előbb el is hangzott, hogy szerettünk volna hatni a közönségre, szerettünk volna a vendégkörünk kényelmét és talán kulturális igényét valamilyen módon kielégíteni, hiszen tulajdonképpen ebbe a körbe tartozik maga a gasztronómia is, és igen nehéz ugye határt vonni, hogy a gasztronómiai kultúra és az úgynevezett hagyományos kultúra között hol a határ. Végül is a gasztronómiai hetek során minden esetben alkalmat kerestünk arra, hogy valamilyen pluszt, egy kulturális pluszt is adjunk. Ennek a formája a legkülönbözőbb volt, kezdve attól, hogy szakmatörténeti vagy egyéb kiállításokat rendeztünk, tehát a helytörténeti múzeum anyagából vendéglátás történeti kiállítást rendeztünk, az, hogy az illető tájegység vagy nemzet, amelyik gasztronómiai, vagy amelynek a konyháját mutattuk be, annak a zenéje legyen, annak a táncai legyenek, vagy a francia heteken például az akkor újdonság is még a televízióban is ritkán látszott, vagy Franciaország madártávlatból című filmeket vetítettük az étteremben. Tehát minden egyes rendezvényhez társult valamilyen kulturális program. De nem csak a gasztronómiai heteken volt itt kultúra, ha szabad így mondanom, hanem később, és azért azt elmondom őszintén, hogy volt egy olyan korszaka itt a kávéháznak, ott a 70-es évek valamelyik korszakában, amikor hát egy kicsit úgy éreztük, hogy egy kicsit talán a színvonal, és talán elnézést, uram, bocsánat, talán a vendégkör is kicsit változott, talán rossz irányba. Az akkori szociális viszonyok, kereseti viszonyok, vagy nem tudom, lehet, hogy talán mi nem figyeltünk elég oda, tehát egy kicsit úgy éreztük, hogy kellene valami újdonság, ami által megint magasabb színvonalon tudjuk ellátni a munkánkat. Ekkor találtuk ki, és ekkor vezettük be itt ebben a kávéházban például az irodalmi esteket. Akkor ez azzal járt, hogy akkor nem csak úgy bejött valaki a kávéházba, hogy elfogyasszon valamit, hanem tudta azt, hogy kit lát a pódiumon. Az már mindjárt egy alkalom volt, ahhoz mindjárt más vendégkör járult. Tehát egy kicsit ilyen indítatása is volt, aztán a muzsikáló kávéház, kamarazene volt itt, de sorolhatnám tovább a Mecsek cukrászdában, színházi előadás, és így tovább, és így tovább. És most sokan vannak itt, akik mindebben partnerek voltak. Kezdem talán Bükösdi Lászlóval, aki ezt még ma is folytatja. Nagyon sok minden jutott eszembe. Egész addig, hogy a mai Bartók teremben valamikor éjszakai színház is volt, nem csak mozi. Meg a bárműsor is volt. Igen, hát az is kultúra. A kultúrához soroljuk, az is.
meg az, hogy én már a Tihanyi Per édesapját is hallgattam itt viccet mesélni. Igaz, az asztal túlsó oldalán, aki egy nagyon sármos ember volt, és óriási viccgyáros. Aztán később a fiát is hallottam viccet mesélni, aki tulajdonképpen azért szerettem meg, mert amikor már főiskolára járt Pestre, akkor állandóan színházba lógott, és örökké minden előadást elmesélt. Bár én azt is hallottam, hogy otthon időnként hanglemezt hallgatva vezényel, úgyhogy lehet, hogy nem csak színész, de talán karmester is akart lenni egy időben. No, még egy pillanat a gasztronómi estek. Ne felejtsük el, mindegyik úgy kezdődött, hogy először is megrendezték a törzsvendégeknek a vacsorestjét. Ebből kezdődött, ahol a hideg konyhai kultúrát újra tanultuk. Mert itt láttunk először rákokat az asztalon, a lazacot, meg olyan hidegkonyhai különlegességeket, amik az előtt nem igen voltak hozzáférhetőek. Vagy én itt tettem először talán épp a francia vacsoraesten teknős békalevest, amit ugyan nem szerettem meg, mert kicsit sós erőlevesnek gondoltam, de elmondhatnék egy csomó, mert akkor még nem utazhattunk. Tehát akkor ide kellett hozni a külföldi konyhát ahhoz, hogy kicsit kinyíljunk, de a hétköznapokról újra megemlíteném azt a nagyon híres nádor kocsonyát, amit 460-ért vagy 470-ért, annyi kenyérrel, amennyi beléfért abba a fiatalemberbe, mert azt ingyen adták, és gyönyörű fehér kenyér volt. Ugye, és ahogy felszolgálták, egy 1,60-as teját úgy szolgáltak föl, mintha a főurat a komornyikja venné körül, mert annyi apróságot, díszt és mindent adtak hozzá. De én igazából azt imádtam, hogy itt velős csontot, vagy csontvelőt pirított kenyérrel lehetett akkor még fillérekért enni délbe, vagy hogy 11 órakor ugye a mellettem ülők is tanúsíthatják, kihozták a kemencés lángost még melegen, egy kicsit tejföllel egy időbe. Ezek az idők még, az urak még nem egészen voltak itt, amikor már ezek elkezdődtek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt tulajdonképpen az volt a megható, hogy nem került egy vagyonba az, hogy az ember beült a kávéházba. Kendes annyi, Isten nyugosztalja, aki egyébként a Libresso működtetéséhez legalább annyit adott, mint a könyvesbolt vezetője, mint a Kennedy. Itt szígyelt egy aludtáját rendelni, mert az csak 90 fillér volt. Hanem kettőt rendelt mindjárt. Nyáron egy hideg aludtáj nagyon jól esett. A balettosok itt rajzottak, a jelmeztervező hölgy itt dolgozott a kávéházba. Az, hogy elhangzott az elején egy ugratás kettejük között. De a Kimre engem nagyon nehéz helyzetbe hozott egyszer. Abban az időben a bárműsorát én rendeztem, ami ugye az éjszakai szellemi élet volt. És fönt a galérián voltunk, és Leonardo, a sarki rendőr, aki fogalom volt, kitűnő rendőr egyébként, meg is írtam azóta, följött, és az Imre, hogy ugrasson engem, azt mondta a rendőrnek, hogy te ez valami gyanús pasi, nézd rá meg. Egy gyanús voltam, mert dolgoztam, hát tudom, első vagy második este volt a műsort, néztem még, hogy mit kell rajta javítani. Lemondanak, hogy kérem a személy igazolványát. És annyira dühös lettem, hogy azt mondtam, hogy na most jobb, ha én nem szólok semmit, és arrébb mentem. És már majdnem kidobott a rendőr, ő persze tegező viszonyban volt vele, és azért alig tudta lebeszélni, hogy hagyja, tehát csak hülyéskedtem. Hát ő a bárműsor rendezője, hát hagyd már békén, addig lehetett lebeszélni róla, hogy ne toloncoljon ki onnan. Tehát ez a kölcsönös, fiatalos, ugratásos viszony is jellemző volt, és ha már itt ülünk, akkor miután művészeti vezető voltam ugye a Pannónia bárban, Tihanyi Feri akkor már igazgató helyettesként kitalálta, hogy legyen kávéházi tárlat.
úgyhogy hónapokig kávéházba havonta egy kiállítást is rendeztünk. Semmi haszna nem volt azon kívül, hogy az emberek megnézték meg, hogy egy hír megjelenhetett a Dunántúli Naplóban, hogy ebben a hónapban ez van. De aztán már ez is választó volt, és akkor jöttek az állandó pécsi képek anyag, de annak ez volt az előzménye. És hát én azt hiszem, hogy a város legkülönbözőbb rétegeiből mindegyik társaságnak a krémje itt előfordult, és pont azért volt jó, mert ha valakivel akartál találkozni, akkor bejöttél a kávéházba.